Elkezdődött az őszi szezon az önkormányzatoknál, így Zuglóban is. Vendégünk Sokac Anikó, civil és nemzetiségi tanácsnok, önkormányzati képviselő a 12. körzetben. Milyen újdonsággal jött tavasz óta? Először is kezdeném a körzetemmel, a 12-es körzettel, ami az Onvezér 36-tól fölfelé helyezkedik el. Számos problémával keresnek meg a lakosság a félfogadási időmbe, és ezekre a problémákra megpróbáljuk, tehát nem minden esetben oldjuk meg, de megpróbáljuk a megfelelő területeket, illetve szervezeteket megkeresni, akár az önkormányzat területén, hogy hol tudják ezeket megoldani. A legnagyobb és a legégetőbb probléma az mindig és visszatérő a kék óvoda helyzete. Ugye annak idején az aláírás gyűjtött az MSZP zuglói szervezete, és az önkormányzati felszólítások hatására is végre márciusban, áprilisban kitisztították a területet, lebontották azon épületet, ahol ugye a szenvedélybeteg fiatalok, illetve a hajléktalanok szállták meg, és ez igazán sok problémát jelentett a környező lakosság számára. Ezután füvesítette a tulajdonos a területet, majd most parkolót nyitott, amit természetesen magáncélra, tehát kiadta a bérbe, és így működtetik ott most ezt a parkolórendszert. Az is igaz, hogy most is megkerestek a lakosság egyik része, ugye ez is zavaró, hiszen az ottani forgalom megnövekedett, illetve a mellette lévő iskola testnevelés óráját is zavarja, a beáramló füst, gázok, stb. A önkormányzat hatósági osztályát én megkerestem, akkor még, amikor megkerestem, nem kértek erre engedélyt, ugyan nem kell, mert magántulajdon, de bejelentést sem tettek. Így ennek az ügynek a kivizsgálását továbbra is tartom, és megkértem a hatósági osztályt, hogy vizsgálja ki tüzetesebben, hogy mennyire szabályos a parkoló kialakítása, illetve mit von maga után. Az önkormányzat tudomásom szerint további tárgyalásokat folytatott a magántulajdonossal, hogy visszavásárolja, és végre egy megfelelő intézmény kerüljön sportlétesítmény a helyére, hiszen a környező oktatási intézmények is megkerestek minket, Hevér László György képviselőtársamat is, és aláírás gyűjtöttek arra vonatkozólag, hogy itt valamilyen létesítmény, olyan létesítmény legyen, ahol a gyerekek tudnak mozogni, és esetleg az idősebbeknek is egy rekreációs központ létesüljön. Valóban, tehát a önkormányzatnak szándéka van ezt visszavásárolni, tárgyalások folynak, hogy mi lesz ennek a kimenetele, még nem tudjuk, de addig is mindent megteszünk annak érdekében, hogy itt ez a terület végre nyugalommá váljon, és a környezetnek megfelelő, tehát hogy szép legyen, és élvezni lehessen a környék lakosságának. A másik ilyen nagy jó kezdeményezés a Virágzó Zugló, aminek ugyancsak szemtanúja lehettem, és én magam is ültettem virágot, meg is jegyeztem, hogy ez a rózsa az én munkám gyümölcse, és majd remélem, hogy évek során szépen ki fog virágozni. Ez is egy jó kezdeményezés, és örömömre szolgál, hogy itt a 12-es körzetben egyre több panel lakosság keresi meg ezt a felhívást, és egyre többen ültetnek és szépítik környezetüket. Ami mi most sajnos a viharkárok miatt jelentkezett, az a Meseház bölcsödének a beázása. A korábbi munkálatok nem szakszerű elvégzése miatt szinte a bölcsödének a fele teljesen beázott, penészes, dohos, és így ott a beszoktatás problémákat fog okozni. A mostani testületi ülés megszavazta, hogy ezt a bölcsödét mielőbb a vagyonkezelő elkezdje felújítani, és erre az önkormányzat biztosított forrást. Hát nagyon remélem, hogy a héten elkezdődnek a munkálatok, mert október közepéig a beszoktatás befejeződik, és 128 bölcsödei gyermeket nem tudnak, hogy hol helyezzék el.
Megnéztük ugyancsak képviselőtársammal ezt a bölcsödét, és hát nagyon-nagyon szomorú állapotok vannak, úgyhogy ez mielőbb megkívánja azt, hogy itt felújítást végezzen a vagyonkezelő. Ami még nagyon jól alakult, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy közös ilyen bejárást végeztünk képviselőtársammal, a helyi körzeti megbízottal, és számos olyan problémát ő is felvetett és rávilágított, amit szintén a BKK felé akár, vagy akár az önkormányzat felé jeleztünk, és októberben ennek számos része meg is fog oldódni. Parkolás, mindaz, hogy kamera elhelyezése, vagy zebra kialakítása, ilyen például a Kántorné sétányon, a Horváth iskola előtt és az IKEA között egy zebra kialakítása. A körzetben az ilyen kisebb problémákkal szintén ugye megkeresnek, ezeket próbálom folyamatosan megoldani, illetve orvosolni. Civil tanácsnokként civil szervezetekkel nagyon jó az együttműködésem, ami most lesz igazából október 3-án, ez egy civilek utcája nevezetű rendezvény, erre szintén az önkormányzat adott segítséget és forrást. Ennek a lényege ennek a rendezvénynek az, hogy az itt lévő zuglói civil szervezetek, alapítványok lehetőséget kapnak, hogy megmutassák, hogy mivel foglalkoznak, kitelepülhetnek. Közben persze rendezvény van a háttérben, tehát zenés program, és ezt nyíltá tettük, tehát a zuglói lakosság is megismerheti ezen szervezeteknek a működését, mivel foglalkoznak, és így a fő cél az, hogy összehozzuk a lakosságot és a civil szervezeteket, talán egy kis csepp, illetve egy jó kezdeményezést, és ez remélem, hogy jövőre is meg tudjuk szervezni. Hol lesz? Ez október 3-án, 14 órákor a civilházba és a civilház környékén lesz megtartva, és délután 6 óráig lehet látogatni a rendezvényt. Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel. A általam bevezetett kerekasztalt, az megbeszélést, azt továbbra is folytatjuk. Novemberben lesz, vagy október végén a következő. Itt szintén ennek a célja az volt, ennek az elkezdésének, hogy a civil szervezetek elmondják problémáikat, és ugyancsak megpróbáljuk az önkormányzat ezeket orvosolni. Tehát egyfajta kapocs az önkormányzat és a civil szerveződések között. Ez úgy hangzik, mintha eddig nem lett volna semmiféle kapcsolat a civilek és az önkormányzat között. Volt kapcsolat, hiszen volt pályázati rendszer is korábban, ezt szintén folytattuk már magasabb keretösszeggel ebben az évben, de kommunikáció nem nagyon volt. És mi azt gondoltuk, hogy elkezdünk egyfajta kommunikációt, mert mi így tudjuk meg igazából, hogy mi az az égető probléma, amit vele tud esetleg az önkormányzat segíteni, illetve ők miben tudnak az önkormányzat működésébe, akár szerveződésébe segíteni. Nem utolsó sorban a civil szervezeteknek sokkal jobb a kötődése, illetve közelebb vannak a zuglói lakossághoz, mint az önkormányzat. Tehát így is be tudunk pillantani a lakosság életébe. Ezért alakítottuk ki ezt a kerekasztal megbeszélést. Most, amit még tervez az önkormányzat, és az előterjesztésem szintén ennek a tartalma volt, a civil füzet megjelenése pont ezt a célt szolgálja. Itt ebbe a civil füzetbe ugyancsak megjelenhetnek a szervezetek, röviden leírva, hogy mivel foglalkoznak, és ezt a civil füzetet pedig a lakosság körébe fogjuk terjeszteni. Nemzetiségi oldalról, nemzetiségi tanácsnokként nagyon büszke vagyok arra, hogy júniusban vagy augusztus végén volt egy szláv balkán nap, egy nemzetiségi nap, ahol 7 nemzetiség mutathatta meg kultúráját, mutathatta meg azt, hogy mivel foglalkoznak,
És ez is nyílt volt, tehát a zuglói lakosság látogathatta, ez a Mogyoródi telepen volt megszervezve. Most pedig a újabb cél az, hogy ugye Csertőparkban van a Nemzetiségek Háza. Ez egy irodahelyiség, ahol nem tudnak igazából a nemzetiségek rendezvényt, vagy akár megbeszélést tartani, vagy testületi ülést, hiszen nekik is kötelező testületi üléseket. És ezért az volt már korábban másfél éve kirajzolódott az a cél, hogy egy újabb területet, vagy egy újabb helységet keresünk neki, ami nagyobb, és azoknak a céloknak megfelel. Ezt meg is találtuk most a utóbbi két hónapban. Ez a helység korábban itt a civilek voltak jelen, ez a Tököli 73. Ez több éve üresen áll, és a nemzetiségek megnézték, és úgy gondolják, hogy ez nekik méltó hely lenne arra, hogy újból legyen egy nemzetiségek háza, ahol ugyancsak megtarthatják a rendezvényeiket, és nagyobb megbeszéléseiket. Sajnos a testületi ülésen ez az előterjesztés nem ment át, nem nyert támogatást a Fidesz frakció részéről. Én nem adom föl, az októberi testületén újból betesszük, és remélem, hogy most már átmegy ez az előterjesztés, és jövőre tudunk munkálkodni azon, hogy megnyissuk az új nemzetiségek házát. Köszönjük szépen ezt a sok-sok információt, biztos, hogy hasznos lesz a lakosság számára, és azt is, hogy befáradt a stúdiónkba. Nagyon szépen köszönöm én is.